Szent Istvánra emlékeznek Mosonmagyaróváron. Az ünnepségen Tulner István próúrbedíjas helytörténész kiemelte, államalapító királyunk volt az első, aki nem mártírként, hanem hittérítői és uralkodói tevékenységével érdemelte ki rangját, és ma már nemzeti létünk egyik legfőbb szimbóluma. A nagy uralkodó, máig 1000 éves államiságunk, nemzeti létünk egyik legfőbb szimbólumának számít. Szellemi szimbólum hűséget kíván, így hát ezekkel kell, hogy éljen a mai magyarság is. A történész beszélt arról is, hogy a mosonmagyaróváriaknak miért fontos Szent István alakja. Ez a felénk magasodó bronzalak számunkra többszörösen is jelkép. Méltóságában megtestesíti a bölcs uralkodót, akinek szelleme és akarata kovácsolta eddé a népet, népé az ehelyett, de különböző életet élő, különféle nyelveket beszélő helybelieket és betelepülőket. Az ünnepség sorozata Városházán folytatódott a Proúrbe Mosonmagyaróvár díj átadásával. Bejelentem, hogy Mosonmagyaróvár város önkormányzata 2018. június 28-i képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy 2018 évi Proúrbe Mosonmagyaróvár díjazott Horváth László nyugalmazott vezérigazgató legyen. A Kühne egykori első embere a díj átvétele után megtartott beszédében felidézte azt az időszakot, amikor nem a munkaerőhiány jelentette a gondot, hanem az, hogy nem volt munka. Hogy másztunk ki ebből a gödörből? Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert tulajdonképpen ugye, akinek pénze volt, azért nem vett gépet, mezőgépet, ami még maradt. A tulajdonviszonyok teljesen rendezetlenek voltak, nem tudták ki, milyen lesz a föld, ki az, aki majd hozzájut a javakhoz, ki az, aki nem, de hát még a meglévő profilunk köre is visszaesett. Horváth László az indoklás szerint a város gazdasági életének fellendítése érdekében végzett aktív munkájáért, illetve a civil kezdeményezések évek óta tartó támogatásáért kapta meg a rangos elismerést.